Szappan buborékok. Jó reggelt, apukám! Jó reggelt, Pannikám! Mit álmodtál, apukám? Hogy egy csókot adtál, Pannikám. Adok én kettőt is, apukám? Hát te mit álmodtál, szép viola szálam? Jaj, apuka, el se tudom én azt mondani. No, majd én segítek. Álmodtál-e friss káposztalevéllel? Jaj, dehogy álmodtam. Inkább friss tejecskével. Álmodtál-e hamuba sült pogácsával? Jaj, dehogy álmodtam. Inkább foszlós fehér kaláccsal. Ejnye, hogy sehogy sincs szerencsém a találgatásban. Hát azt álmodtad, de hogy apuka bement az írószobájába, téged meg leküldött az udvarra, hogy ott játszogassál a tarkakavicsokkal. Jaj, dehogy álmodtam, dehogy. Inkább azt álmodtam, hogy apuka kiült velem az erkélyre játszani. Aztán mit játszottunk, Lilion virágom? Tán orromverőcskét. Jaj, dehogy az, dehogy. Szappan buborékot fújtunk. Ringót, lengőt, égbeszállót, szép szivárvány színbe játszót. Pannikának mindig olyan szerencséje van, hogy teljesedik, amit álmodik. Mire kibeszélgettük magunkat, akkorára már az asztalon várta a friss tejecske, meg a foszlós fehér kalács. Mikorra pedig a kalács maradékkal a cirmos cicát kielégítette, már kevertem is a pohárban a szappanos vizet, csak úgy habzott. Aztán belemártottam a pohárba egy szalmaszálat, és szép, lassan fújva kigömbölyödött belőle az első szappanbuborék. Akkora volt, hogy Pannika meglátta benne magát. Egyszerre csak odasompolygott a szomszéd ajtóhoz Vilmácska. Bácsim, hajolj le, sudok valamit. Mit súgsz, te csöpség? Azt, hogy én is sejetnék olyan szépet fújni, mint te. Majd először én fújok talán. Mindig előbb, apani, mikor én... Igenis, hogy előbb én fújok előbb. No, nem kell azért az egereket itatni, jut ebből mindkettőtöknek. Meglátjuk majd, melyik teké lesz a szebb. És mert Vilmácska a vendég, hát ő kezdi. Jaj, bácsi, ez nem jó. Ég a padlás szája. Ó, te, úgy kell azt mondani, hogy a száj padlása. Ugye, apuka, még nem is való ez a játék kislánynak. Hát mit csináltál, Vilmácska? A szappanos végével vette a szalmaszálat a szájába. Majd én megmutatom, hogyan kell. A szalmaszállal jól felkavarom előbb a vizet, aztán a szájamba veszem a szalmaszálat, így, látod, és... Így kell, ugye? Így kell. Úgy kell neked, Panika, úgy kell. Nem is szép játék az ilyen. Szép az, csak tudni kell a módját. Nem szívni kell a szalmát, hanem fújni vele a levegőt. Tündér szép Ilona kertjében se termettek olyan üvegalmák, mint amilyen szépeket én mutatok nektek. Fújtam is olyan szappanbuborékokat, hogy a kislányok szólni se tudtak bámulatukban. Az egyik fehér volt, mint a hó, a másik piros, mint a hajnal, a harmadik kék, a negyedik sárga. Meglátszott bennük az egész ház, a kert, az udvar. Még a tetőn ülő galambokat is látni lehetett bennük. De szeretnék egyet hazavinni anyukámnak. Vigyél, Vilmácska, akár egész kötővel. Na, ezt. Jó, szétpattant. Na, talán ez. Ó, most is csak egy csepp víz majad belőle a kötőmben. Ó, az enyémben is csak egy-egy csepp maradt a gyönyörű szivárvány almákból. Akkor más hasznát vegyétek a kötőtöknek, hajtsátok föl vele a buborékokat a levegőbe, hadd szálljanak, hadd repüljenek. Ez felmin a fecskefészetben.
Ez beszáll a konyhára. Megnézi, készül-e már az ebéd. Ez megijeszti a tetőn a cizmust. Hát, ez a legszebb. A legszebb buborékot magasra felsodorta a szellő. Csillogott, villogott a napsugárban, mint a szivárvány. Szállt sebesen egyre följebb, úgy, hogy utoljára már látni sem lehetett.